Ma egy másik vezeték nélküli monitort hoztam el nektek, a vadonatúj frissített Mars M1 Enhanced modellt a Holylandtől. Ez a sokoldalú, ilyen all-in-one megoldás olyan szintre emeli a monitorozást egy olyan funkció miatt, amit mindig is szerettem volna, hogy mi ez, az a videóból kiderül, úgyhogy nézd végig. Kezdjük is el, de előtte intro. A Holyland Mars M1 Enhanced nem egy átlagos field monitor, vagyis vezeték nélküli monitor, mert itt minden a vezeték nélküli kapcsolat és kommunikáció körül forog. Az M1 egyben kombinálja a jeladó, vevő és monitor funkcióit, így könnyedén váltogathatsz a módok között. Ami pedig külön király, hogyha van már bármilyen Holyland vezeték nélküli rendszered, akkor konkrétan már kész is vagy, hiszen az M1 Enhanced teljesen kompatibilis a Mars Pro sorozatával és a Mars 4K-jel is. De ez nem minden, hanem konkrétan a telefonodat vagy táblagépedet is használhatod további monitorként. Érted? Ez azt jelenti, hogy nem kell egy extra monitort vásárolnod, szóval úgy tűnik, hogy nem csak a kreatív alkotásban segít, hanem abban is, hogy valahol igazoljuk magunknak azt a sok pénzt, amit egy új iPhone-ra elköltünk. Viccet félretéve, ha neked is tetszik, akkor mutasd meg azzal, hogy lájkolod ezt a videót. De most, beszéljünk a funkciókról. Az M1 egy 5,5 hüvelykes LCD képernyővel rendelkezik, ami 1000 nites fényerőt tud. És meglehetősen pontos színeket kapsz, mivel minden monitor egy kalibrációs folyamaton megy keresztül a gyártás során, amely mondhatjuk azt, hogy biztosítja a színpontosságot. Maga az eszköz az csupán 400 g és egy ütésálló burkolattal rendelkezik. De térjünk a lényegre, a vezeték nélküli átvitelre. Kiváló hatótáv, akár 150 méterig, és mindössze 0,8 másodperces ultra alacsony késleltetés. Ez azt jelenti, hogy folyamatos, laggolás nélküli magas képminőséget kapsz. Nem csak SDI és HDMI bemenetet és kimenetet támogat, de loopoutot is akár 4K 30 FPS-ig. És annak érdekében, hogy mindig erős legyen a jel, a Mars M1 Enhanced-nek van egy okos csatorna szkennelése is, amely abban segít, hogy a legjobb csatornákat válasszuk ki. Áram kapcsán táplálhatod a picikét sima 220-ból, vagy NPF, vagy DTEP akkumulátorokkal is. És most beszéljünk az új Holy OS-ről, amely a lelke ennek az eszköznek. Minden profi funkciót megkapunk, és finom hangolhatunk a saját ízlésünknek megfelelően. Ráadásul, ami nagyon király, hogy elindíthatjuk, megállíthatjuk a felvételt, és vissza is nézhetjük. Hogy tetszik? Kérlek, írd meg a véleményed a komment szekcióban. Szóval ez a Holyland Mars M1 Enhanced. De persze még rengeteg más király field monitor létezik, mint például az Atomos Ninja V, vagy a PortKeys-nek az L7, LH7P-je. Róluk is készítettem egy-egy videót, szóval mielőtt végleges döntést hozol, mindenképp nézd meg ezeket is, valamint ha már van hordozható monitorod, de vágysz a vezeték nélküli monitorozásra, annak a szabadságára, ami nagyon király, érdemes lehet megfontolnod a Holyland által kínált rendszereket. Ha ez igaz rád is, akkor nézd meg ezt a videót. Ha hasznosnak találtad ezt a review-t, akkor kérlek mutasd meg azzal, hogy lájkolod a videót, már beszélni se tudok, és ne felejts el feliratkozni sem a csengő benyomásával együtt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, találkozzunk a következőben, mondjuk ezekben. Klik, klik. Szia, sziasztok!